Sziasztok, mongufták! Igen, jól látjátok, és már rá is jöttetek, hogy mihez kapcsolódóan lesz ez a videó. Igen, belemegyünk az arcotokba, mert hogy mi vagyunk azok a lovagok, akik kalózzá válnak, és ott a kis klublovunk. Bizony, ez arról fog szólni, hogy hogyan tudsz bekerülni a klubunkba. Téged is vár az SKT, hogyha megfelelsz a feltételeknek. Igazából nem olyan sok feltétel van, a CCF-be való jelentkezés után viszont tanultam a dolgokból. Első feltétel, hogy mindenféleképp e-mailt kell írnod. Sajnos nem tudom elfogadni, hogyha priváton írsz nekem Messengeren, vagy ha Instagramon, mert nagyon kavarodások voltak, nem találtam meg, elvesztek a levelek. Úgyhogy e-mailt kell írni, de a leírásba ott van az e-mail cím, illetve a videóba is be lesz vágva. Erre az adott e-mail címre küldjétek el nekem a jelentkezést. És mit kell beleírni? Egyrészt azt, hogy hány évesek vagytok, a korhatár, akik jöhetnek, a 11 év. Ha betöltötted már a 11. életéved, akkor jöhetsz. Hogyha még fél év múlva leszel 11, akkor sajnos nem, akkor várnod kell, de ne csüggedj, lesz még tagfelvétel, ugyanis 12-en maradtunk velem együtt a CCF-ből, akik itt maradtak az új klubra. Nagyon hálás vagyok nekik, és reméljük, hogy sikeresebb lesz ez a klub. Amit tudnotok kell, hogy 8 fővel bővülünk, 20-an leszünk tehát összesen. Nem volt nehéz matematikai feladat, hogy 12 meg 8 az 20. Úgyhogy 20-an leszünk, lesz majd bemutatkozás, meg minden, meg programok. Amit tudni kell a klubról. Az előző ugye azért oszlott, mert nagyon kevés klubprogramot tudtam tartani. Havi 2, amit szeretnék mindenféleképpen, valószínűleg hétvégén lesznek, de ez majd változhat. Valószínű lesz délelőtti és délutáni klubprogram is, és majd ott elmondok nektek mindent. Ha szeretnél csatlakozni, meg kell írnod az életkorod mellett, hogy miért szeretnél pont a mi klubunkba jönni, ugye mi CMM vagyunk, és hogy mi motivál, hogy egy ilyen megszokott csapatba gyere, mert hogy már 12-en vagyunk, akik igazából tök jól összeszoktunk baráti körbe, és nagyon sok minden érdekel is minket, de azért is 11 plusz a felvétel, mert már sokan inkább kamaszodnak, vannak felnőttek is, és várjuk azt, hogy bármiről lehessen így együtt beszélni, a nagyon kicsiknek ugye nem lehet bármiről, és szeretnénk egy ilyen családi, baráti dolgot, hogy amit tilos például, hogy nincsen káromkodás, nincsen plusz 18 fölötti tartalommegosztás, és a többit azt majd személyesen megtudjátok. Írjátok meg, hogy megvan-e az a kis fjordocska, aki ott vár lent minket, mert hogy csak ez az egy szín játszhat. Volt, aki kérdezte, hogy bármelyik ló jó-e, sajnos nem, mert szeretném, hogy a szín összeállítás az stimmeljen. Úgyhogy, hogy megvan-e már esetleg ez a fjord, azok előnnyel indulnak egy kicsit, akiknek megvan, mert úgy szeretnénk majd klubprogramot tartani, hogyha megvan az egész szett mindenkinek és a ló is. Arra kérek csak mindenkit, hogy az arc sminkemet ne másolják le, mert akkor könnyen összetévezhető mással. Tehát, hogy azt hihetik, hogy te én vagyok, és már volt, akinek szólnom kellett, hogy nem, olvassátok a nevet, amúgy is tudjátok az SSO-s nevem. Úgyhogy mindent írjatok le magatokról, milyen a hobbiaitok, mikről szerettek beszélgetni, mi érdekel titeket, mióta SSO-ztok akár, és hogy mennyi idő körülbelül, amíg össze tudod szedni a lovat, illetve a klubszettet. Én várom az e-maileket, adok időt, tehát legalább egy 10 napos határidő van, amíg lehet jelentkezni, és majd ezt eldöntöm, hogy hogyan kikerülnek be, melyik lesz az a 8 fő. Ha valakinél nem tudok dönteni, akkor a klubtagok fognak segíteni, ezt már beszéltük is Alizzal, hogyha esetleg 2 ember nagyon hasonló jelentkezéssel van, és nem tudom eldönteni, akkor ők fognak segíteni ebben. Vár titeket ez a jó kis közösség, és bizakodom benne, hogy egy sikeres klub lesz, miközben a fjordom kitöri a nyakát, eléggé furán viselkedik, de majd megszelídítjük, vagy nem. Úgyhogy ne felejtsétek el, e-mailbe jelentkezzetek, mindenféleképpen csak az e-mailen megérkezett leveleket fogadom el. Sok sikert nektek, és amint lesz eredmény, azt egy videó formájában meg fogjátok tudni. Ha valakinél hiányzik valamilyen adat, amit kértem, akkor egyszer visszakérdezek, viszont ha utána is hiányosan küldi el, arra nem fogok reagálni, tehát hogy nem nehéz, amiket kértem. Nézzétek meg jól ezt a videót, akár jegyzeteljétek ki, hogy mit kell nekem elküldeni. Azt is írjátok meg, még a legvégére hagytam a legfontosabbat. Hanyaszintűek vagytok, és fontos, hogy Star Riderek legyetek, de gondolom ezt sejtettétek. Ha nem vagytok Star Riderek, akkor nem jöhettek a klubba, sajnálom.
Várok mindenkit, én Dave voltam, sziasztok!